39. beszélgető partnerem Einer Katalin, aki finomságaival a gasztronómiai élményeket bővíti egyre szélesebb körben. Köszöntelek, Kata, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugye ez engem nagyon érdekel, hogy hogy lettél finomságkészítő, és ugye itt a termékeid elnevezésére utalok vissza, bár finomak, tehát ez nagyon jó névválasztás volt. Mikor és miért határoztad el, hogy egyáltalán belevágsz ebbe a üzletágba, vagy a termékek előállításába? Igazából azt, hogy én elkezdtem ezt a lekvárokkal foglalkozni, az tulajdonképpen onnantól indult, hogy várandós kismama lettem, és aki engem jól ismer, az tudja rólam nagyon jól, hogy én egy eléggé temperamentumos jelen vagyok, és onnantól kezdve, hogy tudtam, hogy én a kislányommal otthon fogok maradni éveken keresztül, és a főállásomat, ugye a művelődési központot ott hagyom, idézőjelben ott hagyom, így már járt az agyam, hogy mivel is fogok én foglalkozni. És akkor a volt férjemmel vásároltunk kint a kertvárosban egy kertes házat, aminek megfogott a milliója abban a szent pillanatban, ahogy beléptünk oda, és az idős házaspár, aki ott élt, ők már mezőgazdasággal foglalkoztak. Rólam azt tudni kell, hogy nekem a szüleim ilyen aktívan nem foglalkoztak mezőgazdasággal, kertészkedéssel, de az édesanyám a mai napig nagyon-nagyon szereti a kertet, a virágokat, és nagyon-nagyon magas információ birtokában van sok mindenről, amit például még én se tudok. De akkor ez azt jelenti, hogy a te gyermekkorod nem úgy telt, hogy nektek az természetes volt, hogy kertet műveltetek. Részben, mert amíg élt a nagyapám, és mi ugye egy utcában laktunk az édesapám szüleivel, addig nagyon komoly földművelés volt nálunk is, voltak állataink, voltak sertések, voltak muszik. Jó, tehát akkor mégis te találkoztál gyermekkel. Igen. Bocsáss meg, tehát akkor folytathatod a nyugodtan. Igen, de aztán utána már a szüleim ugye teljesen más irányban kezdtek el dolgozni, tehát így ebben a fogalmazunk úgy kamaszkoromtól kezdve már nem igazán voltam ennek részese. És ugye megvettük itt kint a kertvárosban ezt a házat, és hát egyből beleszerelmesedtem. És már akkor volt 14 darab termőgyümölcsfa a telkünkön, meg egy fólia sátor, meg rettenetesen sok szőlő, és mindenféle, amit a veteményesben megtalál mai napig is az ember, és akkor elkezdtünk rajta gondolkodni. És amikor több vödörnyi sárga barackot adogatsz át a szomszédoknak, mert már nem tudsz mit kezdeni vele, akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha főznénk belőle lekvárt, és ezt megpróbálnánk a piacon eladni. Hát, hogy is fogalmazzak, akkor senki nem hitt ebben, csak én, mert hogy vidéken élünk, ez egy, igazából már egy kisváros, ahol azért nagyon mindenki sok mindenki meg tudja magának ezt teremteni. Igen, kertes háza, innen indult a lekvárfőzés, kipróbáltuk, én elsőre már ízesített lekvárokkal kezdtem a piacozást, és a legelső lekvárom az egy rumos mazsolás sárga barack volt, amiből 20 üveget körülbelül 2 nap alatt pikpak elkapkodtak. És akkor azt gondoltam, hogy hát miért ne? Próbáljuk meg valamit jó lenne otthon szabad időben csinálni. Innen indult. És hogy miért finomságok? Kérdésedre a válasz. Nagyon sokat gondolkodtam a néven, hogy mit adhatnék neki, de már akkor valahogy bennem volt, hogy nem biztos, hogy csak lekvárok lesznek a repertoárban. Tehát az, hogy lekvárosház vagy lekvároskata, ez igazából úgy nem volt kézenfekvő. És mivel mindig mindenkitől azt a szót kaptam csak vissza, hogy ez nagyon finom volt, na innen jött a finomságok szó. És akkor jól kitártuk az ajtót, vagy a kaput, és akkor ezen minden átfér, ami a te kezedből kijöhet, vagy a te kezed alól. Igen, ebbe a körbe belefér igazából az, hogy legyen itt szörptől kezdve zöldségkrém, mert hát ugye az évek alatt ez mindig egy-egy plusz terméket hozott magával. Te és a... Ugye mondtad, hogy olyan, tehát alapvetően az indította el, vagy az is megerősítette ezt a törekvésedet, hogy egy olyan házat vettetek, olyan kertes házat, ahol gyümölcsfák voltak, meg fóliasátor, de ezekhez, amit előállítasz, te termeled meg teljes egészében a hozzávalókat, vagy igen. Kell beszerezni is idegen helyről? Nem, én jelen állapotban még őstermelő és kistermelő vagyok. Ez azt jelenti, hogy
nálunk, ami megterem otthon, valamint volt a Galagonyáson egy elég nagy földünk, ami sajnos most már nem az én tulajdonom, de majd pótoljuk. Uh-huh. Tulajdonképpen ezért van az, hogy nem minden évszakban tudok ugyanolyan terméket biztosítani, hisz ha volt, most csak mondok egy hasütésszerűen, 50 liter bodzaszörpöm ebbe az évbe, ha decemberre eladtam, akkor következő bodzaszörp majd május vége, június eleje, amikor elkezd a bodza virágozni, tehát addig nincs. Hát figyelj, igen, az őstermelőségnek ez a legfőbb ismérve, hogy nincs mindig minden, hanem idényszerűen. Elfogy a cukkini, akkor vége akkor van. Nincs. Elfogy igen. a bodzaszörp, vége van. Igen. Sárga barack, kész. Akkor vége van. És ugye vannak olyan gyümölcsök, zöldségek, amiből nem tudok annyit a piacra készíteni, mint amennyit megvásárolnának tőlünk, úgyhogy hát előfordul az is, hogy ki se tudom tenni, hogy még van belőle, ilyen például a csipkebogyó, mert már még meg sem főztem, már eladtam, mert annyira gyorsan elviszi. Rendelés. Hát vannak, igen, nagyon sok visszajáró vendégünk van, úgyhogy vásárlónk van, úgyhogy mindig akad olyan termék, amit sajnos nem tudok. Vagy csak minimális mennyiség maradt belőle. De ez még sose okozott konfliktust. Ebből még nem volt vitám senkivel. És akkor a alapanyagoknak a körét is bővíted? Vagy ami meg rendelkezésedre áll? Mert nyilván mondjuk egy gyümölcsfát felnöveszteni addig, hogy teremjen, persze. azért az több év. Hogyne. És inkább azt csinálod, hogy vannak a sárga barackfák, és akkor már ugye az elején sem a klasszikus, csak egy ízű sárga barack lekvárt dobtad piacra, hanem már ugye mazsolával meg rummal ízesítetted. Igen. Hogy akkor itt csinálsz egy kis csavart, hogy az alapanyagokat turbózod föl, vagy úgy bővített, hogy akkor te mást is, mert ugye zöldségkrémeket is említettél, igen, mert igen. ahhoz mondjuk lehet egy nyári növénnyel akkor így variálni, igen, hogy igen. akkor ültetsz még, igen. nem tudom, répát. Nagyon jó a kérdés. Egyszer régebben volt rólam egy cikk egy újságban, és azt a címet kapta, hogy mindenből készít valamit. Hát ez tényleg a szószoros értelmében vonatkozik ránk, ugyanis hát aki mezőgazdasággal foglalkozik, az tudja nagyon jól, hogy lehet, hogy nagyon jól megindul a tavasz, fantasztikus idő sok van, függvényes, tökéletes sok függvényes. Az időjárás, rengeteg eső, vagy nincs eső, de tudsz locsolni, persze. és aztán jön egy olyan forró idény, hogy egyszerűen a fóliában vagy a minden kártevők, megfül, vagy a bármi. Vagy bármi lehet belőle, tehát vannak a repertoárban olyanok, amit évek alatt nem vettem ki, ez most már ugye a 7. évünk mióta én ezt csinálom, vagy 8., 7-8, valahogy így, már nem számoltam, 5 után már nem számoltam. És azokat mindig készítjük, tehát abból tényleg mindig van annyi, és már bővítettünk, meg nagyon sok fát is ültettünk mi is, tehát ezt, ami volt nekünk, 12, ezt mi még egy 10-zel kiegészítettük. És akkor milyen fájtok vannak? Nekünk van háromféle szilvafánk, van kifejezetten olyan, amit csak lekvárnak használok, és van kifejezetten olyan, ami nagyon jó aszalványnak. Uh-huh. Aztán van három megyfánk, almafánk van nyári, téli, van három körtefánk, amit terem, abból is van nyári, téli, van birsalmafánk, van több jobbstabokrunk, ami egy nagyon közkedvelt a szörpjével, mert ugye ő egy savanykás jellegű gyümölcs, tehát őt nagyon-nagyon-nagyon szeretik, főleg aki ezt az ízvilágot kedveli. Aztán van málnánk, ribizlink, tehát nagyon sok bogyós gyümölcsünk is, és akkor ezekből egy nagyon jó kombinációt lehet összerakni. De az a baj, hogy az én gondolatmenetem az mindig tovább megy az alapreceptnél, tehát a normál sárga barack lekvár, az igazi házi a sárga barack lekvár mindig megvan, de mindig gondolkodok rajta, hogy mit lehetne még. És aztán vannak ízek, amiket kipróbálok, és erre van nekem egy nagyon jó tesztelőm, és ha ő megkóstolja, és azt mondja, hogy ez remek, akkor azt piacra visszük. Ha azt mondja, hogy ne, akkor azt tudom, hogy abban az évben el fogjuk adni, de nem fog kelleni belőle pótlás, és ez a kislányom. Ő a legjobb tesztelő. Amire ő azt mondja, hogy ez nagyon finom és habzsolja, abból mindig nagyon sokat elvisznek, és vannak ízek, ami neki abszolút nem, és ez tényleg beigazolja a piac, hogy olyankor azt nem is annyira keresik. Figyelj, Kati, és akkor így hajnalban arra ébredsz, hogy akkor ki kellene próbálni még a, nem tudom, a diós lekvár mellett. Igen, van diós is, igen. Most tényleg nem. De valami olyat szeretnék mondani, amit még nem, mondjuk a, na mindegy, szóval valamilyen extra íz, akkor igen. az hogy jön be neked? Ez nagyon jó. Egyébként a mustot kerestem, az nem jutott eszembe, mustár az a fejemben volt, de a must, tehát mondjuk mustos
lekvár? Hát, hogy gondolkodok a receptekkel? Igen, hogy jön, hogy úszik be a fejedbe az újdonság? Én nagyon szeretek főzni, sütni, és rengeteget olvasgatok ezután. Én nagyon szeretem böngészni a recepteket, akár interneten, akár könyvekben, akár régi újságokban, bárhol. És nagyon-nagyon sok mindent megismertem az évek alatt, és nagyon-nagyon sok fűszerrel elkezdtem dolgozni. Nagyon sokat termelek is saját magam, tehát citromfű, bazsalikom, rozmaring, menta, tehát rengetegféle olyan fűszerünk van, zsája, amit használunk, és aztán mindig az idénytől függ, hogy miből van nagyon sok, és akkor azzal kezdünk kísérletezni. Így kísérleteztünk például a cseresznyénél, amikor mondtam, hogy kéne a cseresznyéből egy lekvár. Jó, hát de cseresznyéből nem csinálnak lekvárt, de én szeretnék belőle egy lekvárt. Jó, de milyen legyen? Hát nem tudom, valami íz kéne hozzá. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy abban az időszakban mi volt még pluszban. És volt citromfű, rengeteg citromfű, meg nagyon sok bazsalikom. Bazsalikom citromfűvel próbáljuk meg. És akkor lett egy bazsalikomos citromfűes lekvárom, ami olyasmire siker volt, hogy arra egyszer egy külön díjat is kaptam. De tényleg, szóval nagyon sok mindent lehet kombinálni, és hogyha valakinek már van egy alapfűszerismerete, akkor sok mindent lehet próbálni. De akkor lehet bátrabb. Igen, igen, igen. Meg azért jó, hogyha van segítség. Tehát... Figyelj, és akkor azt mondtad, hogy a cseresznyéből nem szoktak lekvárt. Miért? Annak nem elég karakteres az íze, vagy a hús, ami rendelkezésre áll, a gyümölcshús az kevés, vagy macerás kimagvalni, vagy miért nem csinálnak abból lekvárt? Hát nem tudom, mondjuk én még a boltban nem láttam cseresznyelekvárt, tehát termelőknél láttam. Nem elég édes, és akkor túl sok... Szerintem nem feltétlenül ez lehet az oka. Inkább az, hogy ugye maga a cseresznye, az szerintem nagyon sok mindenkinél, hogyha a vidéki vonzás közben nézik. Nyersen elfogy. Vagy pedig nagyon szeretik ugye belőle a befőtteket, kompótokat, vagy egyszerűen csak lefagyassza a fagyasztóba ládába rakva, és akkor onnantól kezdve majd jó lesz télen az egy gyümölcsleves alapnak, vagy lehet, hogy éppen gyümölcslevesnek készíti el, de én lekvár formában még nem nagyon találkoztam vele. Persze vannak, mert ha felüti az ember az internetet, akkor cseresznye lekvára is 10 000 receptet feldob az internet, de nem biztos, hogy pont ezt az ízkombinációt. Mi kipróbáltuk. Persze aztán minden receptet, ha esetleg találok olyat, ami mondjuk nekem nagyon szimpatikus, biztos, hogy nem azt főzöm meg, tehát az enyémben biztos, hogy van még valami pluszba, csavarba belerakva, vagy valami nincs benne, ami. Így egy kicsit már a sajátomnak érzem. Figyelj, és akkor mondod, hogy akkor fűszerkert is van, a gyümölcsfák is, a zöldségek, de hát ezt tehát neked mennyi egy nap? Hány óra? Hát ugyanúgy 24, mint mindenki másnak. De akkor ebben mennyire tudsz részt venni? Mert hát azért az, hogy a kertet művelni, hát azért az egy külön. Igen. Tehát az egy egyemberes minimum. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy aki 3 gyerekes anyuka, az egy logisztikus. Én 3 gyerekes édesanyja vagyok, úgyhogy én logisztikusnak is, logisztikusként is dolgozom, úgy gondolom. Nagyon nem egyszerű, főleg amikor elkezdődik a szezon, és nálunk a szezon az ilyenkor kezdődik január-februárban, ugyanis ilyenkor kezdek el palántázni, mert az összes paradicsom, paprika és minden növény, amit a kertben megtermesztünk, annak már a palántáit is én saját magam. Tehát magról. Így van, így van, és a saját magjainkról. Tehát ott tiszta forrás az egész. Hát igen, igen. Nálad. Mondhatnám azt, hogy 90%-ban igen. Vannak dolgok, amit nem tudsz kivédeni, azt, hogy például, ha szomszéd is műveli a földet, és mondjuk ő esetleg szeretne permetezni, akkor nem tudok mit kezdeni. Tehát akkor vegyszermentesen. De én vegyszermentesen termelek, tehát ez is lehet oka annak, hogy valami gyümölcsből nincs annyi, mint amennyinek kellene lenni. Igen. De tehát nálunk ilyenkor kezdődik a szezon. Aztán, hát ugye, amikor már jönnek a jó idők, és lehet már kint veteményezni, az már azért úgy egy egész embert kíván, de nem jól be lehet osztani az időt, meg össze lehet ezt azért rakni. De tény is való, hogy van olyan, amikor mondjuk este 8 órakor még hátul főzöm a sárga baraszlekvárt, vagy éppen hajnalba kell kelni, mert muszáj, különben nem végeznénk vele, hisz vannak gyümölcsök, amit nem lehet hosszú ideig tárolni, mert onnantól kezdve sajnos már csak a komposzt. Figyelj, és akkor ezt jó, egyedül csinálod, de teljesen egyedül csinálod? Tulajdonképpen ez... igen. Tehát az sok mindenki tudja, ugye, hogy az én párom most egy olyan személy, aki a gasztronómiában nagyon jártas, de ő teljes mértékben nekem hagyja ezt a profilt, és tulajdonképpen mióta mi egy párt alkotunk, azóta 2 olyan termék volt a listán, amit teljes mértékben az ő receptje alapján is ő is készített el, de nem, egyelőre még nem,
nem kezdett el ebben olyan szinten dolgozni, mert ő mindig azt mondja, hogy az, amit én csinálok, az szerinte úgy jó, ahogy van, és ő nem akar ebbe. Ha beleavatkozunk, akkor az már nem olyan lesz. Nem gondolnám, hogy az ő személye rossz hatással lenne a terméket. De ez már más, de tudod, a stílusodat, igen, meg hogy mit szeretnél, igen. És akkor igen. Az is lehet jó, csak az más a már. Persze. Jó, bizony jó, nagyon jó, tehát neki is vannak nagyon jó ötletei, sokkal-sokkal másabb körben mozog, hisz ha valaki belegondol, mondjuk az elmúlt 5 évben vagy 10 évben a gasztronómia olyat fejlődött, hogy ez csodálatos, tehát olyan alapanyagokkal lehet már dolgozni, ami 10 évvel ezelőtt a nevét kiejtettük, és az emberek 10 emberből 9 nem tudta, hogy miről beszélünk. Ma már a boltok polcain leveszem üvegbe, készre csomagolva. Szóval ez egy jó szakma. Figyelj csak, és ugye mondtad már te is, hogy több szereped van, és egy nagyon meghatározó szereped az anyai szereped is. Nagyon jól kell szervezned, ezt is mondtad. De úgy tudod ezt tenni, hogy semmi ne sérüljön? Hát nyilván vannak olyan időszakok, amikor a kicsiknek meg kell érteni azt, hogy anyának most nagyon sok dolga van, de mivel ők ebben nőttek fel, és ebben születtek bele, ezért én azt gondolom, hogy ők ezt tudják a helyén kezelni. Hiszen én még visszaemlékszem rá, a középső gyermekem Botti volt 3-4 éves talán, amikor kint a Galagonyáson még megvolt a 1,5 hektárunk, és hát ott egy fűnyírás is egy nap volt. És ők teljesen jól lefoglalták magukat, ott csak egyetlen egy dolog volt, hogy figyeltünk rájuk, hogy merre vannak, mit csinálnak, és minden a legnagyobb rendben. Fel tudják magukat nagyon jól találni. Most meg már akkorák, hogy nagyon-nagyon sokszor a segítségemre is vannak. Tehát Miben tudnak besegíteni ők például? Például ők nagyon-nagyon szeretnek tavasszal veteményezni. Tehát a hagymaduggatás, a borsó, az nálunk szenzációs, amely, tehát ott még aztán azt is mondhatom, hogy külön sor is kell legyen, hogy melyik kié volt, és aztán aktívan figyeljük, hogy mikor bújik elő. Ők szívesen vannak hátul velem a kertben, ráadásul ugye olyan szerencsés helyen lakunk, hogy a kertünk vége a szántóföld, tehát gyakorlatilag teljesen szabad rengethetem őket, mert nincs átmenő autós forgalom, úgyhogy ők ott teljesen jól eljátszanak körülöttem. Mindegyiküknek van kerti szerszámja, kerti kesztyűje, locsolókannája, tehát abszolút felszerelt kis kertész gyerekek. Mindegyik ismeri a talicska fogalmát, rettentő jól tudnak benne utazni, úgyhogy ez nem szokott. Kellő játékkal is megfűszerezitek az egészet. Muszáj, mert... Ugyanakkor rengeteg ismerethez is jutnak. Hogyne? Igen. Csengelányom nagyon büszke szokott magára lenni, amikor ő illatról felismer egy fűszert az iskolában, ha olyan óra van, és ő nagyon lelkesen mesélte mindig, amikor tanulták az általános iskolában, hogy ja, igen, én ezt ismerem, bár mi ilyet csinálunk otthon, egy paradicsompalánta például, tehát sok mindent meg lehet velük tanítani. Meg én úgy gondolom, hogy ezek az ismeretek is kell, hogy a kis fejükbe benne legyenek. Ezek tehát... sokkal fontosabbak, mint ahogy azt gondoljuk. Igen. Hát végülis abból a kis magból a gyerekeid életet teremtenek. Igen. És ezt megélik, hogy igen. Megszárítottuk, igen. És aztán utána meg majd ősszel leszüreteljük. Igen. Vagy lehet, hogy már nyáron is tudunk róla leszedni. Ez egy jó... Játékosan is elő lehet ezt adni. És ők tényleg nagyon szeretik, tehát ők örülnek neki, ha van saját paradicsomtövük, ők aktívan locsolják, figyelnek rá, szóval, és minden feladatot eltanulnak tőlem, hogy mi az, hogy kötözzük, mi az, hogy kacsozzuk, mi az a hónajhajtás, szóval bármit is meg lehet velük tanítani. Úgyhogy ők is profi kertészek lesznek, mire nagyok lesznek. És szerinted viszik tovább valamennyire? Vagy csak remélem hobbi szinten? Remélem nem. Az, hogy saját maguknak megtermelnek? Azt igen, de... Olyat, ezt... ami ellenőrzött, és nem vegyszeres, hát azért az nem olyan... Nem magára arra gondoltam, hogy a kertészkedést vigyék magukkal tovább, inkább arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ilyen szakmát képzelnék el nekik, hogy egy lekvárfőző üzemben dolgozzanak, bár ki tudja, tehát lehet, hogy a nyomdokaimba lép a lányom. De mondod, hogy egy lekvárfőző üzemben. Igen. Hát lehet, hogy addigra már tényleg egy üzemi szinten. Igen, nagyon-nagyon komolyan dolgozunk az elmúlt 3 évben, és nagyon-nagyon sokat fejlődtünk előre. Hála jó Istennek, egyre nagyobb az érdeklődés a termékek iránt,
és ez nem csak abban rejlik, hogy ugye egy jó minőségű, tényleg tiszta gyümölcsből, vagy tényleg permetszermentes virágokból készítünk szörpöket, vagy lekvárokat, vagy bármi egyéb grillszószokat, vagy olyasmit, amit az ember szívesen fogyaszt, hanem ugye ez oda csatolható vissza, amit az előbb is már említettem, hogy a gasztronómia nagyon-nagyon kiterjedt. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a mai rohanó világunkban, ezt mindenki tapasztalja, egyre több a kész élelmiszer, egyre több a kész termék a boltokban is, a piacokon is, mert hát nem szeretnék senkit megbántani, de sajnos az a tapasztalat, hogy egyre kevésbé szeretünk főzni, vagy pedig kevésre az időnk. És innentől kezdve valamit pedig vacsoraként tálalni kéne a családnak, úgyhogy ebből is irányt mutatott nekünk az, hogy elindultunk olyan termékek fele, hogy késztermékek, tehát vannak gyümölcsleveseink, ami csak lepattintod a kupakot, és fogyasztható abban a formában, ahogy az üvegben van. Jó, mondjuk az nagyon veszélyes a te terméked, mert tényleg csak annyi, hogy lepatintam a tetejét, és megkóstolom. És hirtelen el is fogyott, nem tudom, hogy hogyan történik mindez. Hát én azt gondolom, hogy el lehet tüntetni a dolgaidat. Hát én nagyon örülök neki, ha ez tényleg ennyire ízlik. Én azt gondolom, hogy ebben nincs semmi trükk. A trükk egyetlen egy dologról szól. Egészséges érett gyümölcsel kell, vagy zöldséggel kell dolgozni. Nem hiszem, hogy versenyképes lehet a termék mondjuk egy nagy vállalat által termelt gem jellegű termékkel szemben, hisz sem árérték arányban nem ugyanaz, de nem is ez a célunk. Én soha nem szerettem volna megcélozni, hogy nagy üzemekben gyártsuk, vagy ha nagy üzem is, akkor is nem a spárpolcain kellene szerintem elsődlegesen ezt a terméket árulni. Éppen ezért van az, hogy nem lehet velünk találkozni mindenhol és minden piacon, mert ez tényleg egy kézműves minőségi termék. És igen, hát korlátozott számú, igen. előállított produkcióval. Hát amiatt is, meg maga az összetevők is. Tehát nincs olyan termékünk a lekvár vagy a zöldségkrém kategóriában, ami 80%-nál kevesebb gyümölcsöt vagy zöldséget, tiszta zöldséghúst tartalmaz. És ez nem pépesített forma, nem már egy átdolgozott gyümölcs rostanyag, hanem maga a szint tiszta gyümölcs. Tehát teljesen más egy eper lével, minimális eper tartalommal feldolgozott termék, ami gemnek van árusítva, meg más az, amikor van 90 deka gyümölcs 1 kiló lekvárban, és a maradék 10% is magának a gyümölcsnek a leve, a saját leve. Tehát onnantól kezdve összehasonlíthatatlan. Persze. Te is egyébként a ti lakó tereteket mennyire szorította ki a varázskonyha? Mert hát azért ott egyre nagyobb hely kellett ennek az előállítására, hát, és azért azt gondolom a életteretekből kellett, hogy menjen. Vagy építettetek hozzá a házhoz, vagy hogy oldottátok meg ezt a problémát? Őstermelőként ugye abszolút szabályos, hogy bent a saját konyhában dolgozhatsz. Erre megvannak a szabályok, minket rendszeresen ellenőriznek is ezzel kapcsolatban, ami szerintem teljesen jogos. Tehát itt egy termék előállításáról van szó, amit utána egy harmadik felhasználónak, egy fogyasztónak árusítunk, tehát itt nincs appelláta, ennek hibátlannak és tökéletesnek kell lennie, mert ezt nem lehet elrontani, tehát ebben nem lehet hiba. De tény és való, hogy az időkkel egyre nagyobb mennyiséget kezdtünk el feldolgozni, és hát tud fura látványt okozni egy 40 literes fazék egy benti konyhában, de nálunk ez nem szokott problémát okozni. Igazából ez egy megszokott látvány, amikor dolgozunk. Inkább ilyenkor csak azt kérem, hogy ha lehet, akkor mindenki hagyjon minket békén, de legtöbbször ugye én vagyok csak a konyhában, tehát még nincs egy teljesen kész üzemünk erre, de nagyon dolgozunk rajta, mint azt említettem, hogy szeretnénk egy kicsit nagyobbat álmodni, mint amekkorák vagyunk most, és hát bízunk benne, hogy erre lesz kereslet is. Igen, és akkor hová szeretnél eljutni, vagy hová szeretnétek eljutni így a piaci világban? Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor írtam magamról egy kis cikket, volt egy internetes kis oldal, ahol volt egy csoportom, és ott írtam magamról egy jellemzést, és az volt a vége, hogy a célom az, hogy egyszer majd legyen egy saját lekváros házam.
ezt már tovább gondoltam, nem biztos, hogy házat szeretnék a szószoros értelmében. Egy palotát. Igen, a palota sem egy rossz ötlet. Fogalmazunk úgy, hogy az a célunk, hogy ezt egy olyan vállalkozási szintre tudjuk futtatni, hogy ne feltétlen csak a saját termékeinkből tudjunk dolgozni, és ennek nem az a célja, hogy feltétlen a vásárlásra szeretnénk. Nem feltétlen a saját termékeink. Ez mit jelent? Mit tudunk ebbe, hát ugye, mit tudunk ebbe behozni? Csak a saját termékünkkel Igen. dolgozunk. Tehát itt mondok egy példát. Nem dolgozhatom avokádóval, mert nem termelek avokádót. Bizonyos százalékban használhatom a termékeim előállításához, de ezt nem vihetem úgy a piacra, hogy ez az én termékem, hisz ez nem az én termékem, és mi ezt nem is tesszük. De nagyon sok olyan zöldség és gyümölcs van, amivel szívesen dolgoznánk, és amivel nagyon jó kombinációkat kipróbáltunk már, viszont egyelőre ugye nem használjuk, mert már nincs rá lehetőségünk. Na most, hogyha ezt tovább bővítjük, és egy vállalkozást indítunk el. Az őstermelőségből? Az független a kettő egymástól, akkor már szabad utakat nyithatunk, ami persze teljesen más lehetőségeket is vonz magával, hisz onnantól kezdve már nem elég egy kis benti konyha, tehát ennek több lépcsője van, mire ezt meg tudjuk lépni, de olyan szabad kezet kaphatnánk az előállítás során, ami szerintem az álmaink ne továbbja, mert ötletekben meg receptekben kifogyhatatlanok vagyunk, tehát nekem azért vannak elképzeléseim, hogy milyen jól hangzana most így farsang időszakával egy epres csokoládé lekvár. És tesztelgettünk is, de hát egyelőre ilyenekkel még nem dolgozunk. Ja, persze, és akkor itt a csokoládé, amit felhasználtok, akkor azon is, tehát arról is beszéltünk most, Igen. hogy az is, hát azt se tudod előállítani. Nem. Tehát nem. Akkor az idegen anyagként, igen. akkor tehát, az már egy másik rendszerben tud csak működni, hogyha ti ezt kibővítitek, csak igen. akkor tudod ezeket a hozzávalókat beleilleszteni a... Nem feltétlen, mert ugye most is arányában? Arányában meg van határozva, valamint arra kell nagyon figyelni, hogy ugye amiket megveszünk terméket, arról nekünk ugye dokumentálni tudni kell, hogy mit dolgoztunk bele, és ez nem csak mi miattunk fontos, hanem azért is, hogy ugye a következő felhasználó, a fogyasztó, majd amit fogyaszt, hogyha val, netán talán bármi probléma lenne, akkor ki tudjuk szűrni azt, hogy most miben volt. De hála jó Istennek, ezzel nem volt probléma soha az évek alatt. Úgyhogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát vannak olyan összetevők, amiket most is használhatunk, például, és használunk is például aromák, például vanília, róm, vagy csokoládé, ugye a meggyes lekvárból is van egy csokoládés lekvárunk, csokoládés rumos meggyes lekvár, ott is ugye ezeket a plusz összetevőket, ezt meg kell vásárolnunk nekünk is, hisz ugye nekünk az otthon nem lehet, de ez engedélyezett, tehát ezt szabadjára lehet használni, csak a plusz egyéb zöldségek az, ami fantáziánkban már megvan, csak még a polcokon nincs. És azért a fő előállításotok, a fő produkció azért mindig a lekvár, ugye? A különböző ízesítésű lekvárok. Hát ez az évek alatt nagyon-nagyon átfordult. Tehát ugye amennyire a lekvárral kezdtünk el foglalkozni, azért bővült a paletta, mert azért azt tudni kell, ha az ember belegondol a saját étkezésében, hányszor van az egy héten, hogy mondjuk egy lekváros üveget lemelsz egy polcról. Hát az desszert, amit te csinálsz. Így van. Tulajdonképpen igen, de mégis azt lehet mondani, hogy az átlag embernél ez nem a mindennapi fogyasztásra szánt termék. Tehát minden nap előkerül egy kifli, egy pékáru, egy kenyér, vagy egy felvágott, vagy egy tejtermék, esetleg friss zöldség, de egy lekvár nem feltétlen. Mondjuk kivétel ez alól, ha sok kisgyerek van, és mondjuk szeretik az édeset, akkor mondjuk lehet, de akkor sem napi szinten. De az a tapasztalatom, hogy átlagban nem is erre használják a termékemet. Tehát nagyon kevés az a felhasználó, aki konkrétan arra veszi meg, hogy palacsintába szeretné. Tehát nagyon-nagyon sokféle... Nem jut el a palacsintáig. Ezt örömmel hallom, de tényleg nagyon jó sztoriaim vannak erről. Egy párat így fel is jegyeztem az évek alatt. Volt olyan üzenet, amikor visszakaptam, hogy nagyon köszöni a terméket. Elindult autóval haza, szomszéd településen lakik a hölgy, és a vezetés közben kibontotta, és már be volt készítve maga mellé egy kanál a kocsiba, és mire hazaért, addigra megette, és felhívott, hogy
Az a baj, hogy most itt áll, és a másik üveg nem való abba a süteménybe, amit szeretne. Szóval most kettő választási lehetőség van. Vagy visszakanyarodik, vagy ha esetleg én autóznék, megtenném, hogy dobok át neki. De akkor már ne egyet, hanem legalább kettőt. Úgyhogy igen, tényleg nem feltétlenül erre szánjuk, de visszatérve, tehát nagyon sokat gondolkodtunk rajta, és nagyon sok olyan leeső termékünk is volt, amivel kellett valamit kezdeni. Tehát lekvárba se jó minden. És nagyon sokszor volt arra példa, hogy mondjuk alma fáról potyogott az alma. Fele érett volt, fele olyan volt, amit ki kellett belőle vágni, mit csináljunk belőle. És akkor elkezdtünk rostos termékeket gyártani, tehát voltak üdítőink, vannak is. Aztán ez átfordult, és akkor lett belőle gyümölcsleves, az egy nagyon kellendő termék, és nagyon-nagyon szeretik. Tényleg rettenetesen praktikus, fogja az üveget, kibontja, meg se kell melegíteni, beleborítja a tányérba is nyáron egy finom laktató étel, de így lettek szörpök is, ugye, ami inkább már a napi fogyasztásra is alkalmas lehet, de azt hiszem nem tudom felsorolni, hogy hányféle termékünk van, de lekvárból biztosan tudom, hogy 19 fajtával dolgozunk. És azért abból van a legtöbb. Abban van a legtöbb. Kimondhatjuk, igen, tehát akkor igen, ez igaz, amit én így felvetettem, hogy azért igen, csak az igen, a igen. Kata, áruld már el, hogy honnét tudsz megújulni, honnét van a saját belső erőforrásod. Ezt gondolom pihenés nem kell, mert szerintem az már egyáltalán nem fér bele. De mégis mi a trükköd? Hát nem is tudom, hogy van erre trükk. Én úgy gondolom, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, akinek az aktív pihenés az nem feltétlen azt jelenti, hogy leül a televízió elé és megnéz egy filmet. Én az büntetésnek szoktam érezni napközben. Én tudom, hogy nagyon sokan ezt nem így gondolják, de nem vagyunk egyformák. Nagyon sok jó dolgot örököltem a szüleimtől, azt hiszem a temperamentum is tőlük jött, és pontosan ezért van az, hogy nálam az aktív pihenés az nem arról szól, hogy nyáron ú, de jó meginni egy limonádét. Természetesen ilyen is van, és mi is nagyon sokat kirándulunk a gyerekekkel, rengeteg fele megyünk, nagyon sok közös programunk van velük, de mindig van olyan, amikor kell egy kicsi én idő. Hát ez általában nálam vagy a sport, vagy pedig maga az, hogy kimegyek a kertbe. Én úgy érzem, hogy engem, mint embert olyan szinten kikapcsol, amikor hátul lehetek magam az én kis birtokomba, hogy ott teljesen feltöltődök. Úgyhogy ők ezt tudják, ők abszolút tolerálják, biztosítanak is nekem erre lehetőséget. Lehet, hogy elég naponta egy óra is, hogy kimegyek, és nem is dolgozom aktívan, csak körbenézek, meglocsolok, és nyugtatom meg magam, hogy igen, idén is megtettünk mindent, amit meg kellett. De tényleg talán abból kifolyólag, hogy a temperamentumom is olyan, hogy mindig pörgök, és nem nagyon szeretek unatkozni. Így aztán ezt nem is teszem. Te is mondjuk, amikor kirándultok, akkor te tudsz itt és most helyzetet élni? Akkor megnézed, vagy meglátod, hogy a fának milyen gyönyörű vagy a falevélnek az erezete, vagy akkor azon az jár a fejedben, hogy akkor milyen fűszer kerüljön még a, nem tudom. Nem, teljesen akkor, ki akkor tudok kapcsolni. Igen, igen, teljesen ki tudok kapcsolni. Nagyon igyekszem mindig ott lenni, agyban is, meg testben is, ahol éppen vagyok. Kivéve, például, amikor azon gondolkodsz, hogy mivel fűszerez. Érdekes, mert ez a receptböngészés, ez mindig az esti időszakom. Én nem kifejezettképp vagyok egy tévénéző típus, tehát hát arra hogyha szól is az büntetésnek gondolod, hogy megnézni egy valami műsort, akkor az biztos, hogy te nem. De nagyon sokszor szoktam gasztronómiai műsorokat nézegetni. Nagyon sok minden érdekel tényleg, de inkább szívesebben olvasgatok és böngészgetek. Nem feltétlen csak ez, tehát sok minden más is érdekel. A kézművesség, a képzőművészet, nagyon sokat foglalkozom pszichológiai dolgokkal, akár gyerekek terén is. Tehát éppen ami aktuálisan érdekel, azután szívesen olvasok, de a recept böngészés és a gondolkodás az általában az esti órákban van, mikor még várom, hogy a gyerekek biztosan elaludjanak, akkor van egy-másfél órám, és akkor az csak az enyém, olyankor ráérek ezzel foglalkozni. Figyelj, de végülis én azt hiszem, hogy most jöttem rá, hogy a te termékeid miért olyan finomak és olyan kelendőek emiatt, mert neked az a szenvedélyed, ami
megélhetést is hoz, szenvedély is, a legfőbb kikapcsolódásod, tehát te ezt mindig boldogan teszed. Így van. És ez valahogy ezt sikerül átvinni a termékeidbe is, és azok mindig csak a jókedvű Katával találkoznak. én is így gondolom. Nekem a mamám mindig azt tanította, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz belőled kislányom az életbe, sikeres csak akkor leszel, hogyha a munkádat úgy tudod végezni, hogy teljes szívvel. Mert akkor nem csak a tudásodat, hanem a szívedet is oda fogod tenni, és akkor abban nem lesz hiba. Persze hibázni az ember mindig hibázik, de teljesen más egy olyan munkavégzés, amikor az ember azt őszintén is szeretettel, és nem erővel csinálja, hanem tényleg azért teszi, mert szereti. Nekem mind a két munkám ilyen. Én a főállásomban is ugyanígy dolgozom, meg itt a Lekvár részen is ugyanígy dolgozom, hogy ez egy szeretem munka, és minden részét szeretem. Tehát szeretek kimenni a kertbe, szeretem, amikor dolgozni kell vele, szeretem, amikor kész egy termék, szeretem, amikor címkézünk, nagyon-nagyon szeretek kiállni a piacra, imádom a fesztiválokat, hatalmas erőt ad az embernek, olyan visszajelzéseket tudunk kapni, hogy tényleg a szívem az csak úgy repes velük, hogy atyaék, de jó. És igen, ez éltet minket, azt gondolom, hogy tényleg minket ez visz előre, hogy amikor az ember megkóstolja, és tényleg úgy van vele, hogy reszántam magam, megveszem, megkóstolom, nem csalódik benne. És mindig vannak új termékek, mindig vannak új próbálkozások, és úgy gondolom, hogy ebből mindig lehet kihozni még többet. Figyelj, én azt ígérhetem neked a másik oldalról, a felhasználó oldaláról, hogy mindig akkor majd szeretjük megvenni ezeket a termékeket. Hát én őszintén köszönöm tényleg, és nagyon-nagyon hálás vagyok, mert sokan nem is hiszik el, hogy tényleg ezek a pici kis visszaigazolások, mikor kapok egy messenger üzenetet, és a kisgyerek így körülbelül eddig masszatos, és a kenyér ott van oldal, de a lekváros üveg az üres, és köszi Kata. Vagy például az, hogy most már évek óta járunk zsúrokra, meg fesztiválokra, és tavaly évben találkoztunk olyan visszatérő vásárlónkkal, akit egy éve nem láttunk, de kifejezetten azért hozta a szatyrot reggel 9-kor, hogy ő akar az első lenni, hogy mindenből legyen még az létező összes lillahagyma lekvárt, mert ő nekik ez annyira ízlik, hogy a férje azt mondta, hogy enélkül haza sem megyünk. Szóval ezek nagyon jó dolgok, és az embernek tényleg egy kicsit úgy simogatja a lelkét, és azt mondja, hogy igen, van tova hova. Hát köszönöm szépen, hogy most kóstolót kaptunk abból is, hogy mi zajlik a háttérben, a kulisszatitkokat is felvillantottad előttünk, és vagy hát most itt előttem, de aztán majd akik látják, ők is ezt fogják tapasztalni. És azt kívánom neked, hogy a tervek, minden, ami még van a fejedben, azok valósuljanak meg. És köszönöm szépen, hogy partnerem voltál ebben a beszélgetésben. Én is köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.